Tiszakóródról indultak a vízügyi szakemberek és politikai vezetők ukrán oldalra Mezővári felé, ahol hajóra szálltak a felek, hogy a Tisza közepén tárgyaljanak a két ország vízügyi együttműködéséről. Itt elhangzott, osztozik a két nemzet ezen a vízen, ami össze is köti a térségben érőket. Tilki Attila országgyűlési képviselő azt mondta, a magyar kormány elkötelezett abban, hogy Kárpátalját minél közelebb hozza Magyarországhoz, ezért több helyen terveznek határátkelő helyet közúton és vízen is. Badaló és Szatmárcseke, valamint Tiszakóród és Mezővári között a tervek szerint a Tiszán épül majd híd, vagy komp segítségével járhatnának át a határon a térségben élők. Úgy gondoljuk, hogy ezzel a határátkelő helyjel, amire persze azért legyünk őszinték, a magyar akarat megvan, az ukrán szándék is megvan, viszont az ukrán belpolitikai helyzet instabilitása egyelőre még nem vitte előrébb az ügyet. Mi bízunk abban, hogy a belpolitikai helyzet, ha rendeződik, vagy ha egy kicsit konszolidáltabb lesz Ukrajnában, Kárpátalján, akkor a politikai döntéshozók is rá tudják tenni a pontot arra, hogy végül hol is legyen és hány ilyen típusú határátkelő hely legyen. A felső Tiszán magyar oldalon a töltések erősítését folytatják majd a vízügyi szakemberek, a túr mellett pedig egy árvízvédelmi tározó épül. Ezekhez a fejlesztésekhez alapvetően uniós forrásokat használnak fel, a tervek nagy része már el is készült. Az árvízi beruházásokat azonban az ukrán és a magyar félnek összehangoltan kell végezni. Általában az ukrán féllel határvízbizottság keretében együtt gondolkozunk, hiszen most is egy olyan helyen vagyunk, ahol a folyó egyik oldala magyarok védekeznek, másik oldalán ukránok, kárpátaljaiak védekeznek. Ezt össze kell hangolni, hiszen nem engedhető meg egyik fél a másik fél ellenére fejlesszen. Ezeket az összehangolásokat megtesszük. Ez azt jelenti, hogy javaslunk két tározót kárpátaljai területen megépíteni, plusz javasoljuk itt nem messze tőlünk a jobbparti töltés erősítését ukrán területen megvalósítani. A tárgyalásokat a Dunanapon tartották a szakemberek, mivel a Tisza az egyik legnagyobb mellékfolyója. Ezen a napon célszerű a Dunával, a Duna vízgyűjtőjén lévő folyókkal, vizekkel foglalkozni, hiszen az a célja, hogy ennek a problémájára felhívjuk az emberek, a kormányok figyelmét, hogy milyen figyelemre tart igényt a Duna és az itt lévő vizek, tehát a tisztaság miatt, a veszélyeztetettség miatt, és természetesen foglalkozni kell a vízkészletekkel is, a vízkészletek szétosztásával is a Duna medencében, hiszen ez egy jövőnek egy komoly feladata lesz. A rendezvényen részt vett az ország valamennyi vízügyi igazgatósága, akik főző tudásukat is összemérhették. 13 csapat halételeket készített. A gyerekek pedig szórakoztató programokon vehettek részt a Duna napon a Tisza mentén.